Nyolcadik Ince pápa a 18. században vezette az egyházat, amikor a pápák rengeteg furcsa dolgot tettek. Ince például támogatta az inkvizíció egyik tagjának személyes hadjáratát a boszorkányok ellen. Ez csupán azért hangzik furcsának, hiszen 8. Ince előtt az egyház tagadta a boszorkányok létezését. A boszorkányüldözést bűnnek tartották, hiszen ezzel elismerték volna, hogy az ördög erővel ruház fel embereket, mely Isten káromlás volt. Ám 8. Ince ezt megváltoztatta, és mint említettem, támogatta is ezeket az üldözéseket. Amikor nem boszorkányokat üldözött, 8. Ince pápa a csőd szélére sodorta a Vatikánt, valamint ő volt az a pápa, aki belebonyolódott az olasz politikába olyan szinten, hogy egyik provincia uralkodóját a másik ellen fordította. Még az Enciklopédia Britannikában is úgy van lejegyezve, mint aki méltatlan a pápai trónra, erkölcstelen, és Ince a pápai államot csődbe és anarchiába vitte. Ám Ince saját maga is indított egy szó szerint keresztes hadjáratot, melyet az Alpokban megbúvó szabadelvű keresztények ellen indított. Ezután 1492-ben Ince megbetegedett, és halálos ágyára került, és itt jönnek az érdekességek. Mielőtt belemegyek, hogy mik is történtek, fontos tudni, hogy a történelmi leírások, melyek ilyen régi eseményekről beszélnek, igencsak trükkösek tudnak lenni. Sokszor írják vagy újraírják ezeket a bejegyzéseket az események megtörténése után. Néhány ilyen embernek pedig néha megvan az oka arra, hogy rossz fényben tüntesse fel azt a szemét, akiről írt. Szóval ennek figyelembe vételével folytassátok a videót, mely arról szól, hogyan ivott a pápa vért, és anyatejet. 8. Ince pápa napjai átlagosnak számítottak. Keresztes háborúkat indított, hirdette az igét, beszélgetéseket folytatott, és minden rossz dologért a boszorkányokat hibáztatta. Ám később igencsak megbetegedett, pontosabban agyvérzést kapott, magas láza volt, és rövid időkre még kómába is esett. Ez igencsak nagy problémának számított egy olyan korban, melyben a gyógyító technológia ott tartott, hogy vért csapoljanak le a piócákkal, így igazából senki nem tudta, mi is lehetett a pápa betegsége. Az orvosok természetesen nem hagyhatták meghalni, hiszen ő volt a pápa, így ki kellett találniuk valamit, és igencsak gyorsan. Egy korban, ahol a boszorkányokat és a hozzájuk kapcsolódó dolgokat mélyen elítélték és üldözték, a sors iróniája, hogy a pápa saját orvosai voltak azok, akik előálltak az ötlettel, melyet általában boszorkányokkal kapcsolatos horrorfilmekben láthatnánk manapság. Ez nem volt más, mint az emberi vér ivása. Bizony, és nem is akármilyen vért adtak ennek a pápának. A pápa orvosai lefizettek 2-3-10 év körüli fiút, hogy legyenek véradó donorok. A fiúk természetesen belementek, hiszen könnyű pénznek gondolták a felajánlott érméket, ám az orvosok nem igazán tudták a jelek szerint, hogy mennyi vér van egy 10 éves gyerekben, és elméletileg annyi vért vettek le tőlük, hogy a fiúk belehaltak a vérveszteségbe. Egy 15. századi orvos még azt is mondta a vér használatáról, miért is ne szívhatnák az idős emberek az ifjúság vérét, főleg azok, akiknek nincs más lehetősége. Az orvosokat a jelek szerint nem nagyon hatotta meg, hogy lecsapolták 2-3 gyerek vérét, úgy, hogy ők belehaltak, ugyanis ezek után azt a vért odaadták 8. Ince pápának, a szájába csöpögtették a vért annak reményében, hogy ezzel meg tudják menteni az életét. Ennek oka nem volt más, mint a korai teóriák, melyek a vért egyenlőnek gondolták az élettel, mely igazából igaz is, csak nem úgy, ahogy ők gondolták. Ám a gyerekek vívre nem volt az egyetlen, amit utolsó napjaiban 8. Ince pápa ivott, ugyanis emellé tartozott még az anyatej is. Akkoriban az anyatejet gyógyító hatású szernek gondolták, mert miért is ne, szóval az orvosok úgy gondolták, ez jó lesz a pápának is. Ezt azzal magyarázták, hogy Ince túlságosan gyenge volt ahhoz, hogy mást fogyasszon. Itt jönnek azok, akik azt mondják, hogy ha tehéntejet ivott volna, valószínűleg azzal is beérte volna, nem beszélve arról, hogy messzívó pumpák és gépek nélkül kettőt tippelhettek, hogyan itta ezt a folyadékot 8. Ince pápa. Ám az orvosok egy is kísérletesen menthette meg a pápa életét. Az agyvérzést még a mai korban is nehéz kezelni, nemhogy az 1400-as, 1500-as években.
Halála előtt viszont 8. Ince saját maga vallotta be, hogy nem volt a legjobb pápa, és egyik bíborosától még bocsánatot is kért, mondván elbukott, mint pápa, és azt kérte bíborosától, hogy egy jobb pápát válasszanak meg utána. Mely tudjuk, hogyan végződött, ugyanis a legelső ebbe a kategóriába tartozó videó 8. Ince pápa utódjáról szólt. Röviddel bocsánat kérése után Ince pápa meghalt. Augusztus 5-én 8. Ince pápát a Szent Péter katedrálisban temették el közel a Szent Mária oltárhoz.